anyámik rombolnak. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó a júliusi összegzésem lesz. Igazság szerint még 2 nap vissza van júliusból, viszont az alatt a 2 nap alatt nagyon valószínűséggel semmit nem fogok már befejezni, és nagyon remélem, hogy tényleg így lesz, mert akkor nem tudom, mi lesz ezzel a felvétellel, vagy majd valami extrát bevágok, de szerintem nem fogok, mert nem nagyon van most megint kedvem olvasni, úgyhogy. Júliusban 6 darab könyvet olvastam el. Volt köztük hosszabb, rövidebb, mint látható, és vegyes értékelésekkel. Úgyhogy csapjunk is bele, és nézzük, hogy mit olvastam. Anyámik rombolnak. Szóval, hogy nézzük, mit olvastam a hónapban. Kezdem ott a sort, ahol igazából a júniust abba hagytam, ami nem más volt, mint Holden Rossztól a Tükörvándor, ami ennek a Lapoz és Paráz kiadói sorozatnak igazából a 3. megjelent kötete. Ugye ez egyrészt recenziós példány volt a szerzőtől, amit innen is nagyon szépen köszönök, illetve a júniusi hónapos összegzőmben már láthattátok a Lapátos fickót és az azonosított repülő tárgyat, mert azokat még júniusban olvastam, ezt pedig július elején fejeztem be. Igazából ez ugyanabban az univerzumban, ugyanazon a szigeten játszódik. Itt most Fridát követjük, aki átesik egy tükrön egy osztálykiránduláson a múzeumban, és így gyakorlatilag az alternatív univerzumok között utazik, csak ezzel kicsit felkavarja a világ egyensúlyát, ugyanis ahhoz, hogy ő átkerüljön egy másik univerzumba, a másik univerzumból az ő sajátjába is kerül ember. Szóval igazából onnan indul ki a sztori, hogy átkeveredik egy másik univerzumba, és akkor próbál visszajutni a sajátjába. Nagyon izgalmasnak találtam ezt a részt is a sorozatból, külön örültem, hogy ennek most női főszereplője volt, és ez az egész multiverzumos utazós dolog engem nagyon érdekelt, meg nagyon-nagyon tetszett, úgyhogy ez is egy nagyon jó kötete volt ennek a sorozatnak. Voltak ebben is para jelenetek, úgyhogy tényleg az Alapoz és Parát cím erre is nagyon illik, úgyhogy valószínűleg, hogy egyszer lesz ilyen halloweeni vagy halloweenre könyvajánlom, ezek a könyvek benne lesznek abban. És továbbra is még Holden Rose alias Kovács Attila, ugyanis még a szerzőtől kaptam ezt a picike kis kötetet, ami a Csontváz óra. És ez egy olyan, ezek azok a fajta könyvek, amikor még ugye a gyerekek tanulnak olvasni, és akkor ez a 3. szint, úgyhogy én már tudok olvasni. Nyilván poén kedvéért vannak benne matricák, és köszönöm, a matrica a legjobb része. Na igen, szóval ez egy ilyen nagyon kis rövid történet, ami azért volt tök izgi, mert ez ennek Petőfi a főszereplője. Nem állok túl jól, mármint úgy nem állok túl jól Petőfivel, hogy mivel irodalom órán nyilvánvalóan folyamatosan le volt nyomva az ember torkán Petőfi, én nagyon nem bírtam már a végére Petőfit, tehát hogy így, meg mondjuk úgy az irodalmat, meg a magyar irodalmat úgy már teljesen elidegenített magától a magyar oktatáson belül, elidegenítettek engem így az egész versektől, meg mindentől. Viszont ez nagyon poén volt, mert ugye itt ilyen kisiskolás Petőfi van benne, és akkor az egyik barátja narrálja a sztorit, és az történik, hogy az egyik tanáruknak eltűnik az órája, és akkor elkezdenek nyomozni, hogy mi történhetett vele. És nagyon kis, könnyed, laza, vicces volt, és nyilván közben tanítja is, hogyha egy gyerek olvassa, ugye Petőfiről is tanít dolgokat, illetve nagyon okosan voltak elbújtatva benne Petőfi utalások, mint így lazán a szövegbe belefűzve a még nyílnak a völgyben a kerti virágok. Az a sor az egy az egyben, azt hiszem, benne volt, és nagyon poén volt látni. Igen. Tehát, hogy így benne van a szövegben is ilyen utalások, tehát, hogy hiszen ilyenkor még nyílnak a völgyben a kerti virágok, tehát, hogy ez így vicces volt ezt így látni beleszőve, és ugye mivel azért elég sokat ugye tanultam Petőfiről, ezért ugye nyilván ezeket fel is ismertem így előre, de azt hiszem, ugye mivel vannak ilyen feladatok a végén, Itt benne is van, hogy keressétek meg a szövegben. Nem töltöttem ki, úgy éreztem, hogy talán nem szorulok ennek a kitöltésére már itt a végén. Úgyhogy nagyon élveztem ezt is, és egy ilyen 60 oldalas kis kötetecskéről beszélünk, de hogyha valaki olvasni tanul, akkor szerintem nagyon tudja élvezni. Oké. Következő kötet, amit a hónapban olvastam, amiről olvasó vlogom is készült, ez Emily Harrytől a Könyvek szerelmesei,
amit ugye impulzus megvásároltam könyvhéten, és aztán mikor olvastam, készítettem róla olvasóvlogot, ami már kim van a csatornán, úgyhogy ide belinkelem, és meg tudjátok nézni, hogyha érdekel. Azért olvastam egyébként, meg azért szerettem volna, mert Emma nagyon tolta Emily Henryt, hogy milyen jó, romantikus könyveket ír, és akkor úgy voltam vele, hogy jó, nekem egyébként kéne egy kis romantikus könyv érzés. Tehát, hogy így szüksége van rá a lelkemnek, úgy, hogy olvassuk. Nagyon tetszett igazából a könyvek szerelmesei, tetszett az az egész csavar, amit ráhúzott erre a kisvárosi románcos sztorira, amit szintén nagyon szeretek. Csak ugye itt nem a klasszikus kisvárosi románc fonal megy, hanem, vagy szál, hanem van rajta egy pici csavar, egy picit más szemszögből, ami szerintem tök sokat dobott az egészen. Nagyon szerettem Charlie és Nora dinamikáját, mert hogy ilyen enemies to lovers sztoriról beszélünk, de nem úgy enemies to lovers, hogy rühelték egymást, hanem volt egy rossz első benyomás, ami után nem utálták egymást, csak ellenszenvesek voltak a másiknak, legalábbis Norának ellenszenves volt Charlie, viszont tényleg nem ez az utálom, mint az állat érzés volt, hanem csak nem kedvelte, és ettől függetlenül viszont minden ilyen szóváltásuk, vagy e-mail, vagy SMS, vagy akármi váltásuk, abban mindig érezte azt az embert, hogy ez az odaszúrogatós, flörtörős dolog van ott mögötte, szóval ez nagyon jól volt benne csinálva. Kicsit az idővonal volt nekem olyan, hogy nem teljesen tudtam követni, hogy mi történik, lehet fordítás miatt, illetve volt benne egy részletezettebb szex jelenet, amiben voltak dolgok, amik szokásos módon engem kicsit kidobtak a sztoriból. Vannak bizonyos kifejezések, amiket egyszerűen nem bírok gyomorral, meg úgy amúgy is. Tehát egy elolvasom, és kirázt tőlük a hideg. De vannak ilyenek, tehát egy angolul is vannak, csak magyarul még egy fokkal rosszabbak is. Tehát itt nem tudom teljes mértékben a fordításra fogni ezt, mert a beléd akarok hatolni, az még mindig. Az angolul is tudom, hogy hangzana, és még mindig nem. Van róla egy több mint fél órás, azt hiszem több mint fél órás vlog a csatornán, hogyha valakit részletesebben érdekel a folyamat. Természetesen spoileres kibeszélőről beszélünk. Vagy spoileres vlogról, én a vlogokat mindig spoileresen csinálom. Mert mi értelme lenne spoilermentesen vlogolnom? Aztán olvastam Rainbow Rowell-től a Landline-t, ami az utolsó regény volt Rainbow Rowell-től, amit még nem olvastam. Kicsit féltem is ettől a könyvtől, mert erről viszont kifejezetten rosszakat hallottam. És nem is volt életem Rainbow Rowell könyve. Igazából pont a két legrosszabb Rainbow Rowell könyvet hagytam utoljára így a repertoárban. Az összes többi könyvét szerettem, de ez a Landline, meg az Attachments is kicsit ilyen... Hát... Ha ezeket olvasom elsőre, nem biztos, hogy a Carrion-t meg a Fangirl-t mondjuk olvastam volna, pedig azokat ugye én nagyon-nagyon szeretem. Igazából a Landline-nak az a sztoria, hogy hát eleve Georgie meg a férje az kicsit ilyen hadilában áll a házasságuk, de leginkább azért, mert nem kommunikálnak így nagyon egymással, ami eleve problémás. Nem szeretem, hogyha nem kommunikálnak azok a szereplők egymással. De jó, nyilván ez egy valós probléma, hogy emberek nem mindig sikeresen kommunikálnak. De hogy a megoldás se az lett a könyvben, hogy kommunikáltak végül a szereplők, vagy hát ki tudja, ahogy nézzük. Igazából az történt, hogy Georgie-nak munka miatt otthon kellett maradni a karácsonykor, viszont Neil megfogta és elvitte a gyerekeket Nebraska-ba az anyjához karácsonyozni, és egyszerűen ahányszor próbálták hívni egymást, sose vette fel a másik, tehát így majdnem egy hét eltelik így a könyvben, úgyhogy nem beszélnek egymással. A csavar az a könyvben, hogy Georgie az anyjánál a régi vonalas telefonjukon fölhívja Neilt, és nem a jelenbeli Neilt sikerül fölhívnia, hanem a múltbeli Neilt. Egy olyan karácsonyról, amikor összevesztek, mielőtt Neil megkérte volna a kezét, és akkor ezzel a múltbeli Neillel kommunikál Georgie, de a jelenbelivel meg nem, és akkor igazából az egész könyvben nagyjából itt Georgie fejében vagyunk legtöbbet, ahogy ő így elmeséli, hogy mi volt velük régen, meg hogyan alakult az ő kapcsolatuk. És hát igazából happy endes a könyv, de hogy így... Elolvastam, nem mondom, hogy nagyon rossz volt, tehát így is 3,5 csillagot adtam rá, az nem egy rossz értékelés szerintem tőlem, meg főleg nem, tehát azért
ez egy ilyen egyszer el lehetett olvasni könyv volt igazából számomra. Igazából nem tetszett az egész, ahogy kezelték a kapcsolatukat nyilván, meg hogy tényleg így nagyon nem is próbálták meg megbeszélni a dolgokat, úgy kicsit sem, nem tudom. Tehát jó, én elhiszem nyilván van ilyen, de azért mondom, hogy nem volt rossz, nem volt, hogy igazából jó sem ez a könyv. Amit nem tudtam, hogy mert láttam olyan borító variációkat, amin ugye az a karácsonyi szúrós növény rajta van, nem a holly, hanem a másik, vagy a holly, nem a piros bogyós. Jaj, mi a neve? Jó, mindegy, nem tudom. És nem értettem, hogy miért, és most már tudom, hát már azért, mert ez karácsonykor játszódik ez a könyv, szóval félig meddig mondhatok karácsonyi könyvnek is, így július közepén. Annyi jelentősége talán nincsen a karácsonynak, jó, ugye karácsonykor játszódik, de olyan sok szó magáról a karácsonyról nincsen benne, ez csak egy ilyen dátum, meg bonyolítja a helyzetet, hogy hogyan repüljön az ember, ugye karácsony este nem olyan egyszerű a légközlekedés. Igen, és ugye azért is akartam befejezni az összes Rainbow Rowell regényt, hogy elolvashassam a Scattered Showers-t, ami ugye a Rainbow Rowell-nek egy ilyen egyben kiadott novellás kötete. Azt tudtam, hogy az Attachments-ből van benne vonatkozó novella, a Landline-ból így nem volt, amit mondjuk nem bánok, így, hogy ez volt a legrosszabb Rainbow-ra-val olvasmásom, úgymond. És azt kell tudni, a Scattered Showers egyébként annyira szép ez a könyv, nagyon-nagyon tetszik. Jó, mondjuk nekem nem szükséges a piros élfestése, tehát hogy én ezekre az élfestős dolgokra annyira nem vagyok ráizgulva, mert úgy elrontják az ösztetikét a többi könyvvel együtt, tehát hogy de mindegy, tehát így de nagyon szép, szép szivárványos, és úgy van megcsinálva, hogy minden sztori elején van egy ilyen kis illusztráció, és egyébként így úgy van, hogy ez a türkiz és ez a lilás szín, és a lilával is van nyomva a szöveg. Mutattam a Simon Snow-s novellának a coverjét, mert az olyan... Szóval úgy nagyon szép ez a kiadás, és akkor úgy van, hogy ebben vannak olyan novellák, amiket én már olvastam, ugyanis van egy Almost Midnight nevezetű ilyen... Az is egy novellás kötet, nem fogom most kivenni, de az ilyen nagyon pici, ebben két novella volt, ez egy ilyen icipici kiadvány volt, és az Almost Midnight-ban van a Midnight című, illetve a Kindred Spirits című novella, és ezeket én abból már olvastam, viszont ezt egy jó pár éve olvastam, úgyhogy ezeket újra olvastam, és ezekre emlékeztem is, hogy szerettem őket, főleg a Midnight-osat, ami azt hiszem négy szilveszteréje játszódik, és két barátokból szerelmesek. Tróp, kis lelkemnek az mindig szeret, az mindig jó. Aztán, ami még benne volt ebben a novellás kötetben, az If the Fates Allow című novella, amit tavaly vagy tavaly előtt karácsonykor olvastam, ezt akkor adta ki Rainbow Rowell, és ez COVID közben íródott, vagy COVID közben játszódik. Mit csináltok? Mindjárt végzek! Csak hallom, hogy valami nagyon nyikorog. Igen, és akkor az If the Fates Allow-t is olvastam, és most ennek a novellás kötetnek az olvasása közben, hogy az egy elég friss olvasási élmény, azt az egyet átugrottam benne. Ami új volt, az a Winter Songs for Summer, a The Snowball, a The Prince and the Troll, a Mixed Messages, a Snow for Christmas és az In Waiting. Őszintén szólva, a Snowball-os, az kicsit ilyen... Nem értettem a csajt benne. Az arról szólt, hogy a csaj meg a legjobb barátja így éppen... Ez a legjobb barátja készül, hogy elmegy a sulibuliba egy másik csajjal, és akkor ilyen nagyon kis durci volt, és akkor a végére sikerült kibodozni, hogy nyilván bejön neki a csávó, de hogy fú, nagyon idegesítő volt benne a csaj egyébként. Illetve a The Prince and the Troll, ez egy nagyon fura novella volt. Nem tudtam hova pakolni azt a novellát jelenleg. Pedig tök vártam, mert annak már azt hiszem az is így elkönyv exkluzív volt eddig, és akkor azt hittem, hogy az valami jobb lesz. Úgyhogy kicsit az a kettő novella egy csalódás volt. A Winter Songs for Summer egyébként cuki volt. Aztán, hát a Mixed Messages az ugye az Attachments-hez, a Szívküldihez volt egy ilyen, nem tudom, 20 évvel később játszódó novella. Aranyos volt egyébként, az is nem volt semmi extra. Nyilvánvalóan a Snow for Christmas, ami meg a Carrion-hoz íródott novella, az nagyon-nagyon tetszett. Ez egyrészt karácsonyi novella, nagyon sok karácsonyi novella van egyébként ebben a kötetben, úgyhogy nagyon szezonális voltam. Tehát a Midnight is ugye télen, ugye szilveszterkor játszódik, a Kindred Spirits is télen játszódik, a
a Snowball is télen játszódik karácsony előtt, az If the Fates Allow is karácsonykor játszódik, és a Snow for Christmas is karácsonykor játszódik. Tehát a 9-ből 5 karácsonykor játszódik, ha jól számolom, ami... Igen, lehetett volna karácsonyi novellás kötet is. Szóval a Snow for Christmas az egyébként az Anyway the Wind Blows után játszódik így karácsonykor. Nagyon kis aranyos, ilyen kis extra ráadás volt a sztorihoz, nekem nagyon tetszett, úgyhogy az így visszahozta a Rainbow-rával bevetett hitemet. Illetve igazából az arról szólt, hogy Simon elmegy Bezékhez karácsonykor a karácsonyi vacsorára. Ez csak nagyon cuki volt simán. Illetve ez az utolsó, ez az Inviting, ez egy tök érdekes koncepció volt, mert olyan karakterek voltak, vagy a sztori maga az olyan karakterekről szólt, hogy... Szóval ezt kicsit nehéz elmagyarázni, de hogy ugye az író, amikor kitalál egy karaktert, és akkor gyakorlatilag egy ilyen kis világban azok a karakterek megjelennek, és ott vannak, amíg az író le nem ül megírni a könyvet, akkor pedig kikerülnek a könyvbe. És akkor egy olyan nő követünk benne, akit nagyon-nagyon régen kitalált az író, de soha nem írt bele könyvbe, és akkor egyszer csak megjelenik mellé megjelenik ott a karakterek kis univerzumában egy csávó, és akkor vele összebarátkoznak. És nagyon aranyos és nagyon érdekes koncepciójú novella volt, úgyhogy az is ugye a végére tök jó volt, mert nem tudtam először hova tenni, aztán meg nagyon-nagyon jó volt az is. Úgyhogy a legtöbb igazából tetszett, mondom, az a kettő volt, ami nagyon nem talált be nálam. Úgyhogy összességében azért örülök, hogy ilyen szép kiadásban is van Rainbow-rával novellás kötetem, és összességében igazából szerettem a novellákat, amik benne voltak. És az utolsó könyv egyébként, amit befejeztem a hónapban, bár nem ez volt utolsó, de mindegy részletkérdés, az a Wings of Fire sorozatnak volt az utolsó része, a Flames of Hope, ami ugye igazából a konklúziója volt a Lost Continent Prophecy sorozatnak is, meg elméletileg a teljes Wings of Fire sorozatnak is. Igazából szép kereken le is volt zárva, úgyhogy szerintem már tényleg nem kéne neki folytatás. Mint mondtam, tehát ez a harmadik sorozat volt a fő sorozaton belül, tehát itt már érződtek azok a dolgok, hogy itt nem feltétlen kéne 15 könyv után tovább húzni a dolgokat. Én igazából elégedett voltam a befejezéssel, kaptunk egy rakat információt igazából olyan dolgokra vonatkozóan is, amik jóval-jóval ugye a múltban történtek, amit így emlegettek folyamat erről, a scorchingról és a többiről, úgyhogy így igazából mindegyik sorozattal kicsit messzebb nyúltunk vissza a múltba, mert ugye az első sorozatban egy 20 évvel ezelőtti konfliktusról volt szó, a második sorozatban ott egy 2000 évvel ezelőtti konfliktusról, itt meg egy 5000 évvel ezelőtti konfliktus volt igazából a fő gonosz vonalon. Igazából szerettem, szerintem egy ilyen kedves befejezés lett a könyvhöz, kicsit meg is könnyeztem, bár ez nem mérce, mert majdnem mindent megkönnyezek. Ezzel véget ért a Wings of Fire sorozat, de igazából még van bőven könyv, amit tudok olvasni az univerzumból, ugyanis vannak hozzá ilyen short sztorik bőven, meg ilyen kiegészítő kötetek is, úgyhogy majd azokra fogok ezek után rárepülni. Összességében jó volt, csak tényleg így egymás után viszonylag rövid időn belül olvastam azért ezeket a köteteket, és így a második-harmadik sorozat között már nagyon látszódott, hogy a harmadik az már kicsit elfáradt az előzőekhez képest. Szóval Wings of Fire-ből abszolút az első 5 nekem az a favoritom, de a többi is jó igazából. Itt a harmadik sorozatban voltak jobban olyan részek, amik már nagyon, néha nagyon szenvedtem egyes pontjaikon, de összességében nagyon megható volt a végére, úgyhogy nagyon szerettem az egészet. Nagyon szeretem a Wings of Fire-t, ez nem titok, szerintem. És hát igen, ezzel lezáródott a sorozat. Csak ugye, mivel mindegyik sorozatban mindig új karakterek voltak, így kicsit kevésbé van ez a book hangoverem, hogy úristen, nincs több könyv a karakterekkel, mert hogy már a kedvenc karaktereim már 10 könyvvel ezelőtt így véget értek fő sztori vonalon. Jó, például ebben most az utolsóban benne volt Tsunami többet, de hogy így csak pár sora volt, tehát hogy nem volt olyan jelentőségteljes karakter, mint az előzőekben. Úgyhogy igen, úgyhogy nem tudom, így legalább nincsen ez a nagyon hangover érzésem ezután a sorozat után. Majd mindenképp szeretném a Wings of Fire kollekciómba az utolsó 5 részt is mindenképp beszerezni, meg majd a kiegészítő köteteket is. Így fogom rájuk szórni a pénzt.
Hát akkor igazából ezek lettek volna azok a könyvek, amiket júliusban olvastam. Kommentben pedig írjátok meg, hogy ti milyen könyveket fejeztetek be ebben a hónapban. Nagyon picik az érdekű információ, hogy augusztus 1-től végre el fogok kezdeni dolgozni, mire ez a videó kimegy, már addigra dolgozni fogok, úgyhogy ez azt jelenti, hogy nagy valószínűséggel kevesebb videó fog kimenni a csatornára, tehát át fogok állni arra a rendszerre, amit már párszor csináltam, ez a heti egy videó, úgyhogy a heti két videót azt félrerakom, mert se videózni nem lesz annyi időm, se kedvem, és a vágásokat is heti egyet, azt be tudok vállalni, heti kettőt már nem biztos. Úgyhogy arra a rendszerre vissza fogok állni, majd úgyis ki is írom, mert nem mindenki nézi meg a videók legvégéig az ilyen dolgokat, úgyhogy csak hogy ezzel így ne legyen kavarás, hogy így nem eltűnök, csak csökkennek a videószámok. Igen, meg igyekszem a podcast részeket is tölteni, ahogy sikerül update-elni, hogy mindegyik fel legyen YouTube-on is, de egyébként minden fönn van. Mindenhol, kivéve YouTube-on, szóval bárhol meg lehet őket hallgatni, csak YouTube-on késnek. És hát akkor köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!